Fülöp Gáborné, az Agrosprint ZRT ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy számukra fontos, hogy a gazdasági működés és a világ nehézségei mellett kivegyék a részüket a társadalmi felelősségvállalásból is. Ma már a gazdasági működés mellett azt gondolom, hogy a világ nehézségeit legyűrve kell a felelősségvállalás, a társadalmi felelősségvállalás és az emberekért, a jólétért és a megsegítésért. Mert ez egy fontos küldetésünknek tartjuk, hogy ahol tudunk, segítünk, így került kapcsolatfelvételre a Karcagi Kátai Gábor Kórházzal is a Mirelit termékeknek az adományozása tárgyában a kapcsolat, és természetesen nem csak a Kátai Kórházzal kapcsolatosan, hanem a idősek otthonával, a gólyafészek intézményével, és a Mirelit termékek mellett értelemszerűen iskolákat, óvodákat, bölcsödéket támogatunk az év végével, közelettével, hogy mindenkinek egy kis boldogságot, egy kis melegséget, ezt a jó tétnek a továbbvitelét próbáljuk az emberek szívébe belopni. És ezt azt gondoljuk, hogy ez kell, szükséges, és mindenkinek ajánljuk, hogy jónak lenni jó. A cég kiemelten fontosnak tartja, hogy ahol tudott, segítsen, hiszen számos intézményt, óvodát és iskolát is támogatnak. Több helyről érkezett adományfelajánlás a kórháznak, ilyen jellegű még nem érkezett, hogy kimondottan az itt ellátott összes betegnek, fekvőbetegnek szól ez az adomány. A konyhánk részére adományozott az Agrosprint helyi vállalkozás. Igen, jelentős mennyiségű, tehát több mázsa fagyasztott zöldséget, gyümölcsöt. Úgyhogy inkább a kapacitással kezdett problémánk lenni, hogy el fog-e férni a fagyasztóba, de természetesen a kolléganők előkészítették a fagyasztókat, és így is már be is vitték gyorsan az adományt. Ezúton is nagyon szépen köszönjük Fülöp Gábor igazgató úrnak és Fülöp Gáborné Katikának, hogy ezt a jelentős mennyiségű adományt így a kórház betegellátási színvonalát, hogy mondjam, fejlesztve nekünk adományozták és ránk gondoltak.